Sziasztok! Szanok Gróber vagyok, és jelenleg a frontend fejlesztőként dolgozom az OH Kft-nél. Azt kell tudni rólunk, hogy van egy olyan profilunk is, amikor akkor hívnak minket cégek, amikor már teljesen elakadtak és ilyen lehetetlennek tűnő feladatokat kéne megoldani. Mint például azt, hogy jelenítsünk meg sweep fájlokat JavaScript-ból. Ugye a sweep fájlokat alapvetően az adott USB-jel jeleníti meg, ami egy zárt forráskódú, nagyon nehezen hozzáférhető, nagyon nehezen használható igazándiból, hogyha jövőbe tekintünk. De hát miért is akarunk JavaScript-be, ettől eltekintve sweep fájlokat renderelni? Hát az első igazándiból az attributnak a törvénye, hogy amit meg lehet írni JavaScript-be, azt az végül is meg fogják írni JavaScript-be. Az, hogy, hogy ennek van-e értelme, ez egy teljesen más kérdés, de úgy néz ki, hogy az alaptörvény az igaz. A másik pedig az, hogy a webnek az egyik alaptétele, hogy nem adjunk hátra senkit sem. Tehát a mai napig meg lehet nézni azokat a HTML oldalakat, amik HTML 3-ban nullába készültek, vagy még korán. A tartalmat azt nem szabad elveszíteni. Azzal emberek dolgoztak, ők nem véletlenül csinálták ezeket. És főleg akkor, hogyha a flash playerünk az igazándiból már ilyen zombi állapotban van, tehát hogy ugye megmondták róla, hogy halott, de hát igazándiból ő még valamennyire tovább él, de nem fejlődik. Úgyhogy szeretnénk a jövőbe tekinteni, és szeretnénk egy olyan platformra építeni, ami itt marad velünk, és ami meg jól működik. Főleg akkor, hogyha nagyon sok felhasználó által generált sweep fájlunk van, mint például a Prezinál. De hát hogyan is működik egy ilyen flash player? Igazából ebből a négy darabból áll egy flash player, van neki egy sweep parsere, hogy magát a fájlt olvassa be. Tartalmaz egy ActionScript VM-et, tehát egy virtuális gépet, ami az ActionScript tegeket futtatja le. Ki tudja rajzolni, ugye ez nyilvánvaló, hiszen ezt látjuk. És van neki egy media playback része. Ezzel most nem foglalkoznék, mert igazándiból azt még nem tudja a Soundway, ugye a Mozilla-nak a JavaScript-ben íródott flash player-re, amit a flash player. Mindenféle ilyen jogászkodások miatt, meg leginkább azért, mert hogy HTML 5-tel kéne ezeket a dolgokat megoldani, és még nem tartunk ott. De a többi részénél ott viszont egészen jól működik. És akkor, hogy például a parser része, az ugye a sweep formatot, sweep fájlokat dolgozza fel, ami egy tömörített formátum, és igazándiból egy nagyon jól kitalált formátum. Ez nagyon-nagyon régi, 96-ban készül, még akkor még Adobe nem vette meg a makromédiát, és ráadásul még a makromédia sem vette meg az azóta már eltűnt céget, Future, nem tudom mi volt. De ez látszik is egyébként a font definíciós tegeken négyféleképpen lehet betűtípust beembeddelni az Adobe Flash-be. Nyilván mindegyik különböző, nyilván mindegyiknek van valami baja, de ez az, amitől úgy néz ki, hogy ez a formátum, ez egy future-proof formátum. Lehet bővíteni, akár négyszer is. Nagyon jó dokumentációja van, ez meglepő az Adobe-tól, és elérhető az Adobe oldalán mindenféle regisztráció nélkül. És egyébként egy egészen jó konténerformátum arra, hogyha animációkat szeretnénk elküldözgetni az interneten. És akkor a következő rész, ez pedig az ActionScript. Hát ugye a sweep fájlok azok nem csak animációkat tartalmazhatnak, hanem scriptelhetőek is. Ez igazándiból egy egészen szerencsés véletlen folyamán van a Mozilla-nak egy ActionScript VM-e. Ez még annó, amikor az ECMAScript 4 fejlesztése történt, akkor kapta a Mozilla az Adobe-tól a Tamarin VM-et, és bemaradt a fiókba, hiszen az ECMAScript 4 az ugyanúgy benne maradt a fiókba, és letérte inkább az elsőt.
Ez valójában C++-ban íródott ActionScript VM, de mivel mindent meg kell írnunk JavaScript-be, van egy ilyen kényszerünk, ezért átfordították JavaScript-re. És akkor a harmadik rész, az pedig a rendering. Na és akkor itt van a történetnek a nehezebb része, ugyanis a Flash Player-ben az, hogy hogyan jelenik meg az eddig feldolgozott dolgok, ez bizony, na ez az a zárt rész, és ehhez semmiféle dokumentáció nincsen, ez inkább reverse engineering-el megy. Nyilván azért, amikor ki szeretnék rajzolni egy karikát, akkor az könnyű. És ugyanígy, például a font rendering-el azt lehet tudni, hogy primitív shape-enként vannak tárolva a beágyazott betűk, és a Shenwei ezt úgy oldja meg, hogy beolvassa, átkonvertálja OpenType-á, odaadja a böngészőnek, hogy tessék, itt van egy webfont, használjuk innentől ezt. Shape rendering, igen, és akkor a másik része a shape renderingnek az az, hogy oké, hogy ki tudok rakni egy karikát, de hogyha ezt a karikát valami egészen elborult konvertálón készítette mondjuk egy PDF-ből, na akkor az már nem biztos, hogy ez egy olyan egyszerű dolog lesz. És akkor még hátra van a clipping, a bitmapeknek a kezelése, és a színátmenetek, de ezt a canvas elég jól tudja. És ahogy mondtam, nincsen dokumentációnk, és tele vagyunk hibákkal. Például ilyenekkel. Meg tudja valaki mondani, hogy JavaScript kód, mi a hiba ebben a kód részletben? Vagy csak azt, hogy melyik sorra van. Jó? Itt. Ugyanis, ha ennek, tehát ebben a tömbben egy nullás érték vagy false, vagy bármi false-i érték található, akkor az egyenlőségadás miatt ennek a kifejezésnek az értéke false lesz, tehát hamis, tehát nem fut le a ciklusunk. Ez, ami itt van, ez a font rendering, de a font konverziónak az egyik hibája volt. Ezt kijavítva megjelentek a betűink, elnyeltük a projektet. Aztán a következő, hát igen, tehát hogy azért egy kicsit azért úgy álltunk ehhez, hogy akár hát azért tényleg flash fájlokat most egy böngészőben megjelenítsünk, oké, hogy a Mozilla tök jó, de hát még neki sem sikerül. Hát így valóban nem. Következő hiba, ez igazándiból a reverse engineering része volt. Ez a Flash-nek a kimenete, és ez pedig a Shenwei-nek a kimenete. És a Shenwei tökéletesen jeleníti meg azt, ami benne van, ami információt tartalmaz a Swift file. Tehát, hogy ez a helyes az adatok alapján, meg a minden emberi logika alapján. Viszont 10 év alatt azért, hogy ilyenek ne forduljanak elő, hiába ilyeneket generál a grafikus, a konverter, vagy bármi, ezért a Flash Player-be beletették azt, hogyha a stage, tehát ugye az a hely, tehát az a Flash-nek a konténere, az pontosan ugyanakkora, mint a benne lévő egy darab sprite, egy sprite típusú dolog van benne, és az a kettő pontosan ugyanakkora, akkor teljesen mindegy, hogy hol van az a sprite, azt középre tesszük. És ez sehol nincsen leírva, ez egyszerűen úgy derült ki, hogy sok ilyen fájlunk volt, megnéztük, és az derült ki, hogy ez bizony így működik. Aztán persze volt egy kis hint is ebben az egészben, hogy az adó flashben, tehát ahol szerkeszteni lehet, ott amikor próbáltam összerakni egy ilyen best file-t, akkor azt vettem észre, hogy amikor egy sprite-ot így kimozgattam a stage-ről, tehát hogy egy ilyen típusunk legyen, megnyitottam a dialógus ablakot, amivel még lehet állítgatni a sprite-nak a paramétereit, nem változtattam semmit, csak
Nyomtam egy okét, akkor a Flash Builder behelyezte a stage közepére a sprite-omat. Tehát helogisztikák is van. Aztán a következő, ez aki vektor grafikával foglalkozik, szerintem érteni fogja, illetve többiek is, csak neki ismerős lesz. Shape-eknek a kitöltése, például az N betűnek a kitöltése. Ez úgy néz ki az N betűnk, hogy van egy ilyen feketével kitöltött dolgunk, és van benne ugyanabban a shape-ben egy másik mászunk, a shape-jei útvonalakból épülnek fel, ami ezt a kis fehér részt mutatja. Azért működik, tehát hogy úgy töltünk ki egy shape-et, hogy ami az órajárással megegyező körbejárása van a pontjainak, akkor ezt kitöltjük, ami útvonalunk fordított körbejárással rendelkezik, azt kivonjuk belőle. Itt az volt ebbe a fájba bele volt a shape-ek és a pászok, igazániból kellett egy algoritmust írni, ami összeszedi az egybe tartozó pászokat, ugye terület alapján összerendezi, és megnézi azt, hogy kinek milyen a körbejárás iránya, és kijavítja őket. És akkor megkapjuk ezt. Hoztam két demót. Lehet kapcsolatot? Lehet. Vagy nézzétek meg majd otthon. Egyébként a másodikra, hogyha. Hát így nem működnek a dolgok. Akkor hát. Majd otthon próbáljátok azért ki, ez egy kis játék. Becú működik az én képen legalábbis. A nehéz része még a projektnek az volt, hogy amikor átadtuk a Prezinek ezt a javított renderelt, akkor kicsit furcsa volt, hogy commit nem igazán érkezik a mainline-ba, hanem egy teljesen másik branch-en dolgoznak, és akkor átadtuk, mindenki örült, ők is kaptak egy csomó pull request-et, aztán kiderült, hogy hát nagyon örülnek a pull request-eknek, de valójában a mainline-t ki szeretnék dobni, és egy teljesen másik a branch-en újraírták az egészet TypeScript-ben. Hát nem örültünk neki. Köszönöm szépen. Kérdések? Ez mikor fog elérni a Firefox-ba ténylegesen? Ez egy jó kérdés egyébként. Mert ugye a következő milestone az az, hogy bekerül a Nightly-ba, és flag mögött használható lesz. De ez a bekerül a Nightly-ba, ez úgy volt, hogy már az előző Nightly-ba is bekerül. Nem kerül be. Hát hogy nem tudom megmondani, hogy mikor. De nagyon szeretnék, hogy bekerüljön, addig is egy extension-nel ki lehet próbálni. Hányan csináltatok, és mennyi idő? Hát a hibajavítás az igazából most is megy, mert ugye az új, tehát az újraírt verzióba portoljuk a változásokat, de igazából két hónap volt a hibajavítás, és én csináltam a hibajavításokat, és
megírtunk hozzá egy tesztrendszert is, amivel a rengeteg szűtet le lehet generálni, meg össze lehet hasonlítani. A Mozilla oldaláról 4-en fejlesztik. Ez egy igazán egy kicsi side projekt. Egyébként meglepő, mert hogy a PDF-IS-ből, ami hasonló dolgokat csinál, ugyanúgy vektor grafikával dolgozik, mint a Swift, onnan néha így átjönnek emberek és hoznak kódokat, így odaadják, hogy tessék új font rendering. De hát ez nem működik. Miben különbözik ez a... Tehát, hogy mi már, nem tudom, már a sokadik ilyen open source projekt, ami próbált Flash alternatívát nyújtani, és most ez úgy néz ki, hogy tökre működik, meg hogy talán ez most nem úgy néz ki, de jó, de hogy szóval mi az, amit ők másképp csináltak, mint a Nash, meg nem tudom, volt még egy halom ilyen, ami ezek így eltűntek így az alternatív szóval. Az, hogy Nash-t azt hiszem C++-ba írták. Igen. Ez meg JavaScript-ben van írva, és ugye az van, hogy nem kell plugin-t telepítened ahhoz, hogy egy Flash lejátszál. De tehát nem tudom, a Nash-nél azt hiszem nem az volt a baj, hogy plugin vagy nem plugin, hanem egyszerűen működött az egész. Ja, tehát így a hétköznapi user számára ez a használható, nem használható dolgot, ezt alapvetően nem ütötték meg ezek az alternatívák. Ez egy jó kérdés egyébként. A Gnast például, tehát tudtam róla, hogy létezik, de nem próbáltam ki sose. Nekem úgy, én azt hittem, hogy az egy működőképes alternatíva, de akkor ezek szerint nem. És nem tudom. Tehát a kérdésedre a választ tényleg nem tudom. Tippelni tudok, hogy egyrésztről van rutinjuk a mozillásoknak, ugye a PDF-IS miatt, másrésztről talán az, hogy az a dokumentáció, tehát a Swiftnek a dokumentációja az 2010-es években lett valahol megnyitva. Hát ugye azért az egy nagyon sokat segít, hogy el tudod olvasni, tehát hogy legalább valamiféle fogóckodók vannak, nos, azt meg emlékeim szerint azt jóval korábban kezdték el csinálni. Szerintem valami ilyesmik lesznek, vagy ezek így együtt. Köszönöm szépen!